1989 óta minden évben, szeptember 29-én Dériné Széppataki Rózára, városunk jeles szülöttére emlékezünk, aki 1793. december 24-én született Jászberényben, és a magyar színjátszás kezdeti korszakának legnevesebb színésznőjévé vált. A magyar színészet jeles alapjává, úgymond nagyasszonyává vált, akinek nagyon sokat köszönhet a magyar színház művészet, hogy megteremtődött, és a magyar nyelvű színjátszás. 1872. szeptember 29-én halt meg Miskolcon. Mind itt, a szülővárosában, mind Budapesten és Miskolcon több szobor, emléktábla, épület őrzi emlékét, viszi tovább nevét. Ezeket gyűjtötte össze és mutatta be előadásában Gáldobos Bea. Az első klasszikus dolgok, ugye, amik egy emberről felállíthatnak, azok a köztéri szobrok. Én ezeknek a sorát kezdeném el önöknek bemutatni. Az első szobrot Dériné-ről 1935-ben avatták fel Budapest első kerületében, a Horváth kertben, ahol a klasszikus Dériné alakját formázta meg Ligeti Miklós. Ez a szobor a háború kezdetén megsérült, mára azonban már megújult. Jászberényben a Margit-sziget bejáratánál áll szobra, emléktáblája pedig, melyet 1929-ben állíttattak, igaz nem a mostani formájában, az OTP székházának, Széppataki Róza egykori szülőházának falán áll. Ugyancsak nevével fémjelzett a város művelődési központja is, de neveztek el róla művelődési házat Törtelen, Üllésen, Gyomaendrődön, Karcagon is. Pécset pedig lépcsőt, mely a Nemzeti Színház és a Kamara Színház közötti részt köti össze. Három film készült életéből, az első 1944-es, a következő a nagy sikerű 1951-es film, ahol Tolnai Klári játszotta a színésznőt. Hiába játszunk, akármelyik, ha nincs közönség. Közönség mindenütt van. Nézzünk körül, ez is közönség. Próbálj meg csak délni. Énekeljenek. Csárdában fáradtan a szobnak. Nem fáradtak ezek, csak szomorúak. Miért szomorú? A harmadik 1975-ös filmben pedig, mely életének csak egy részletét dolgozta fel, Törőcsik Mari játszotta Dérinét. A teljesség igénye nélkül ezek azok a főbb tárgyi, szellemi emlékek, melyek őrzik emlékét és nevét. 1990 óta adjuk ki a Városvédői Szépítő Egyesület, valamint korábban a Dériné Művelődési Központ, majd ennek utódja a Jász Kerület Nonprofit Kft. A Dériné Művészeti Díjat. Két személy részére, azoknak, akik a jászságban a színjátszás, az ének, a hangszeres zene, vagy a táncművészet területén kiemelkedő előadói, oktatói és menedzselő tevékenységet folytatnak. Az idei egyik díjazott Dudásné Mosóci Lívia, néptáncpedagógus. Gyermekkorától kezdve táncolt, először a Bagi Moharai Elemér Népi Együttesben, majd az Állami Népi Együttesben, mint hivatásos táncos, és 2003-ban a Jászság Népi Együttes táncosának köteleste el magát. 1996 óta pedig folyamatosan oktatja is a néptáncot. Egyéni és az általa vezetett gyermekcsoportok szakmai eredményei is jól tükrözik a tánc iránti szeretetét és választott életpályája iránti elhivatottságát. Nem Jászberény így különösen nagy elismerésként tekint a díjra, mikor megismerte férjét 2003-ban, akkor költözött a városba. Az Állami Népi Együttesből nem volt kérdés, hogy egy kicsit átköltözöm ide, és egyből a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola és a Jászság Tánc Együttes lehetőséget adott arra, hogy tovább tudjam folytatni az oktatói és a táncos munkásságomat. Eredményeit a szakma is elismeri. Akár csak a másik díjazott esetében emlékplakettet vehetett át Csillik György, a Dériné Vegyeskar énekese és elnöke is, akinek egész eddigi életét végigkísérte a zene, az éneklés, 16 éve jelentkezett jelenlegi kórusának elődjébe. 2000-ben jelentkezett az akkori Vasas kórusba, amely a jelenlegi Dériné Vegyeskar elődje volt. Egyébként az ő elnöksége alatt váltott a kórus nevet. Fellépései alkalmával kitűnt tenor hangjával, és a város más kórusai is gyakran hívják vendégszereplésre. Gondolj merészetét!
nagyon Isten ráélted, nincs veszve bármi sors alatti el nem csüggedne. 2006 óta a kórus elnöke. Nagy gondot fordít a harmonikus színpadi megjelenésre is. Az ünnepségen meghatódva fogadta az elismerést és a bizalmat. Azt szokták mondani, hogy ugye a munkának a gyümölcse akkor érik meg, hogyha az magától értetődő. Most beérett egy munka, de úgy gondolom, hogy ezzel nem csak a múltat és a jelent jutalmazták meg, hanem ez egy bizalom is a továbbiakra nézve, hogy természetesen hasonló agilitással és energiával folytatjuk azt, amit eddig végeztünk. Az ünnepség zárásaként a hagyományoknak megfelelően a jelenlévők együtt sétáltak át Dériné Széppataki Róza emléktáblájához, ahol elhelyezték az emlékezés koszorúit.